Sziasztok! Megmutatom nektek, hogy hogyan készítettem ezt a képet. Egyszer színeket, tehát a fehér színünk, meg a szürke. Ó, az itt van a fehér felett, leokézom. És a radiál, vagy lineár gradient 45-öt. Oké. Veszünk egy üres mappát, 900x600-ast, kitetjük a bödönnel, vesszük a képünket, tehát ezt a két színt innen választottam a ruhából. Edit, copy, selection all, paste into selection, selection none, effect, image effect, sample tiling, a default beállításokkal, oké, adjust, blur, radial blur, várom, amíg fel, hát így nem, úgy, zoom, 100, 0, 0, 100, ezt is megnyomhatjuk, oké. Na most, selection, lot selection from disk. Na, most meg nem fog menni, de itt megkeresem a, nyomok egy a betűt, ha gyorsan nem megy, adsz alá a selection 49, de a mapába fel fogom tenni nektek, nem invert, meglátom mindjárt. Nem. Tehát vissza selection, lot selection from disk, és lot. Úgy. Promote selection to layer. Selection, modify, select selection border, inside, 5, az anti-alias nincsen bepálva, oké. Effect, 3D effect, innen bevel. Ó, hát kell tegyem. Tehát itt a beállítások a következők. 4, 0, 1, 0, 1, és ez volt 226, 50, 30. Oké. Selection invert, effect, 3D effect, drop shadow, 5, 5, 50 és 5. Effect, 3D effect, drop shadow, mínusz 5-en. Leokéztem. Selection, none. Na most effect, plugin galaxy instant mirror, hogy hamarabb menjen a top, crossing top, nem, ez crossing right, oké. Effect, geometris effect, cirkel, leokéztem. Ezt megduplázom, image, mirror, a két réteget összevonom, most veszem ezt a radírt, ó, de kicsire van téve, és ezt a közepet itt kiradírozom, mert engem ez itt zavar. Most meg egy effect, instant mirror, Quadrat SE. Oké. Most effect, instant mirror, és most crossing right. Nem. Crossing left. Oké. Na most effect,
Filter unlimited. Megkeressük a paper textures-t. Canvas Fine 156-87 Apli. Így. Agile Sharpness. Most veszük a Magic Wandot, és kijelöljük, visszamenjünk a Raster 1-re, Promote Selection to Layer. Selection None. Effect, Texture Effect, T-less, Hexagon, a beállítások voltak 75, 15, 1, 25, 1, 0, 53, 15, 50, 30. Leokéztem. Maradok ezen a rétegen, és a persze ezt felteszem nagyobbra. A közepet itt kitörlöm. Így. Hát mozeres egy kicsit. De. Mindjárt készen vagyunk vele. Na így. Vesszük a lasszunkat, és a lasszóval kijelöljük, nem baj, egy kicsit nagyobb, nem pont a szélén jelöljük ki. Így. Csak itt a sarkokba nézzük meg, hogy legyen jó. Nekem a lasszom úgy van beállítva, mindjárt megmutatom. Miután ezt kijelöltem, már itt egy kicsit elment, de nem baj. Na. Így. Nézzétek, hogy ne túl közel legyünk a... Így. Tehát nekem a lasszom úgy van beállítva point to point, add shift és anti-alias. Na most selection, modify, expand, hát ez túl nagy lesz, teszek 5-öt. Attól függ, hogy ki hogyan jelöli ki ezt a kijelölést. Layer, new raster layer, oké. Okay. Most veszem a tájképemet. Edit copy. Paste into selection. Adjust sharpness, sharpen more. Selection none. Na, ennyivel kész vagyunk. Most menjünk tovább. Összevonjuk a rétegeinket, merge visible. Image add border. Veszünk 5 pixelt és fehéret. Úgy. Image add border. Innen kiválasztom ezt a szint, meg is mondom milyen. 84, 71, 68, 25 pixeles. Oké. Okay. Kicsit kisebbre teszem, így. A Magic Wand-dal megnézem, hogy úgy legyen beállítva. Tolerance 0 és Insight. Kijelölöm ezt. Effect, Texture Effect, T-less. Maradnak ugyanazok a beállítások. Leokéztem. Effect, 3D Effect. Innen bevel,
Na most megváltoztatom. 20, 05, 05, és itt is megváltoztatom nullára. Ez meg 3,15 lesz. 50,30 az marad. Oké. Selection nonne. Veszük a csajunkat. Edit copy. Paste as a new layer. Kicsinyítjük, mert túl nagy a csajunk. Adri Mártól van máskülönben a csajunk. Így. Megnagyobbítom, jobban lássuk. Így. Elhelyezzük a bal felére. Úgy. Veszük a radírgumit, és megnézzük, hogy itten... Ó, ez már túl nagy. Hát teszem kisebbre. Mindenki, ahogy szeretné, gömbölyítsünk a ruháján a csajnak. Így körülbelül. Adjust, sharpness, sharpen more, effect 3D effect drop shadow, mínusz 5-tel, effect 3D effect drop shadow, plusz 5-tel, és leokéztem. Image, add border, veszük a fehéret újból, és 5 pixelest, oké. Okay. Na most, tudjátok, hogy nem szerettem a nagy képeket, tehát ezért részíze 560x400-as, és rárakjuk a szignónkat. Kész a képünk, remélem tetszett nektek, jó szórakozást kívánok hozzá!